Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma 2000. október 26-a van. Moson-Magyaróvár gyászol, halottaira emlékezik. Adásunkkal egy időben a gyásztéren program zajlik. Himnusszal kezdődött, majd egy verset hallottak, Kátai Zoltán énekmondó egyik dalát, majd ezt követően Mádli Ferenc köztársasági elnök beszédét hallhatják a kint tartózkodók. A Kossuth Lajos gimnázium diákjai gregorián énekeket énekelnek, ezt ökumenikus ima követi, koszorúzás és szózat. Szomorú dolog, Moson-Magyaróvárott október 26-a. Nálunk az október csupa vér és csupa remény. 23-a nemzeti ünnep, a forradalom, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, és néhány nap, és a nemzeti lobogó mellé a városba a gyász lobogóját is ki kell tűznünk. Több mint 100-an maradtak ott, a gyásztéren, a laktanya előtt, 1956. október 26-án azok, akik hittel és reménnyel mentek ki békésen tüntetni, diákok, egyszerű asszonyok, gyermekek. Gépfegyver várta őket, és kézigránátok. És ami szörnyűbb, ma 2000-ben sem mondhatjuk el, hogy eljött a bocsánatkérés ideje, és rá válaszként megszületett a megbocsátás. Azért nem mondhatjuk el, mert a sortüszper, az immár elhíresült sortüszper tovább folytatódik, az öreg gyilkos beteg. Mi ott vagyunk a gyásztéren. Remélhetőleg a műsor vége fele a köztársasági elnökkel készült interjút is láthatják. Remélhetőleg ez a műsortól is függ, nem csak tőlünk. Mi most emlékezünk. Emlékezünk az elmúlt 10 évre. Önöknek elmondtuk már, hogy a város önkormányzata első rendeletével gyásznappá nyilvánította ezt a napot. Ez is jelképszerű, mint ahogy jelképszerű, hogy Antal József miniszterelnök úr volt itt az újratemetéskor 1991. március 23-án, és jelképszerű az is, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök is mondott emlékező beszédet, és jelképszerű a ma este is. És még mindig nincsen vége. Vajon mi akadályozza az igazságszolgáltatást ebben az országban, hogy eljöjjön a megbékélés. Egy filmetüddel kezdjük, régi képeket játszunk, régi gyásznapokat, régen leégett gyertyákat, amelyek helyett ma újat gyújtottunk. Majd ezt követően egy blokk következik, színhelyek és szónokok. A mosoni temető 1998-ban Pap Gyula emlékezik. Majd Antal József miniszterelnök beszédje egy nagyon régi archív felvételről, azt sem tudjuk pontosan kiéről, de birtokunkban van, és a technikailag gyengébb is, mint amit ma tudunk produkálni, nézzék meg ezt is. Majd Göncz Árpád emlékezik, Sinkovics Imrét láthatják, aki a szózatot mondja. Felejthetetlen volt 1998. október 26-án Vida István beszédje, Vida István történelem tanári, ahogy néhány héttel ezelőtt ő apostrofálta magát. Majd Lezsák Sándor. Lezsák Sándor interjúból egy részlet, tavaly volt a város vendége, rendhagyó történelem órát tartott. Majd Gáborné Pandorági vallomása, az egyik sérült vallomása, az egyik túlélőjé. Ezt követően Farudi György, 1956 te csillag című versét hallgathatjuk meg Farudi György előadásában. Békévé oldja? Tehetnénk föl mi is a kérdést. 3 évvel ezelőtt Deák János kollégám készített egy riportot Luttenberger Lászlóval. Nem volt adásban. Most ezt a kazettát elővettük, és lejátszuk önöknek. Egyik túlélő vallomása ez, akkor 14 éves volt. Reményeink szerint
a köztársasági elnökkel. Hamarosan készülő interjút láthatják ezután, majd egy filmetűddel zárjuk mai adásunkat. Emlékezzenek önök is. Azt mondhatnám, vigyázzunk, a gyilkosok köztünk járnak. Fogadják szeretettel műsorunkat.
Megdöbbenve néztük ezeket a régi fotókat, képeket, archív felvételeket, és az rezonált bennem végig, amit néhány perccel ezelőtt mondtam. Nem oldott a békévé az emlékezés. És ma sem, most sem. Most is zajlik a gyásztéren a 2000. év megemlékezése. Elmondom, október 22-én vasárnap 11 órakor koszorúztak a mosoni temetőben. 23. a nemzeti ünnep. Milléniumi emlékkeresztet állítottak a Halászi út és a Kálnoki út kereszteződésében. Ott voltunk, jövő csütörtökön egy hét múlva mutatjuk be önöknek a keresztet, és ez akkor készült interjút Medgyeszay László alelnök úrral, a megyei közgyűlés alelnöke ő. Majd a városi megemlékezés volt. Takács István, az 56-os Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. A kulturális központban zajlott az esemény. Őszi tárlat a Moson-Magyaróvári alkotóközössége állított ki az ünnepség előtt. 25-én szerdán, tegnap, történelmi vetélkedő volt a kulturális központban. Immár ez is hagyományosnak mondható. Az iskolák csapatai mérkőztek meg egymással. Majd a Hunyadi étteremben 56-os kaszinó volt. S tegnap este 18 órakor gyászmise az óvári templomban. Ma gyásznap. Délelőtt koszorúztak az egyetemnél. Önök nálam jobban tudják, az egyetemisták voltak a kezdeményezők, és nagyon sok diák halt meg. 12 órakor a kettes iskolában, a Bolyai iskola részlege ma, koszorúzás volt, Magyar Katalin emléktábláját koszorúzták meg. Majd 13 órakor a Hunyadi iskolában. 15 órakor megemlékezés és koszorúzás volt a magyaróvári temetőben, a hősi kápolnánál. Majd ezt követte a gyásztér. Követés tart most is. 1990 és 99 között többen szónokoltak a gyásztéren. Sokan sokféle célra felhasználták a mi gyászunkat. Természetesen ez a politikának megbocsátható. Sajnos Moson-Magyaróvár nemzeti kegyhely, kegyhelyé vált. Emlékszünk rá, 1990-ben Orbán Viktor, akkor a Fidesz elnöke érkezett Moson-Magyaróvárra, különleges körülmények között, taxis blokád volt az országban, helikopterrel jött. 91-ben Göncz Árpád köztársasági elnök mondott beszédet Német Boldizsárral, az 56-os Egyesület elnökével, aki egykoron Göncz Árpáddal raboskodott. 1992-ben Katona Tamás volt a vendégünk, Tőkés László, református püspök társaságában. Majd 93-ban Rácz Sándor, a munkástanácsok volt elnöke. 94-ben ismét Tőkés László volt a város vendége, Németh Boldizsár mondott még mellette beszédet. 1995-ben Világi József, az 56-os párt győri képviselője. 96-ban Tihanyi László, a Szigeti Alapítvány elnöke Győrött. 97-ben Takács István, az 56-os Egyesület elnöke. 1998-ban Vida István, tanár Moson-Magyaróváról. 1999-ben Gábor Józsefné, az 56-os Egyesület tagja Moson-Magyaróváról. És 2000-ben Mádli Ferenc köztársasági elnök mond ezekben a percekben emlékező beszédet, gyászbeszédet Moson-Magyaróvár halottaiért. Még egyszer mondom, én jelképszerűnek érzem Krisztus születése után 2000 évvel, hogy a magyar köztársaság elnöke Moson-Magyaróvárra érkezett. Jelképszerű azért is, mert talán az ország első számú vezetői úgy érzik, le kellene zárni ezt a pert. Egy újabb blokk következik. A mosoni temetőben jártunk már az előbbi etüdben. Most 1998. október 25-én Pap Gyula emlékezett. Azért is választottam ezt a régebbi felvételt, mert Pap tanár úr nem tanárosan, értően és szívhez szólóan szólt hozzánk a zuhogó esőben,
Isten is gyászolt, esett az eső. Majd az újratemetés Antal József miniszterelnök úrral, majd Sinkovics Imre arcán a felejthetetlen könycsepp, a szózat hangzik el. Még nem mondtam el önöknek, abban a megtiszteltetésben részesültem, bár sose került volna rá sor, hogy ma este a gyásztéren a szózat éneklése közben című versemet mondják. Az ünnepi beszéd előtt, a gyászbeszéd előtt, elnézést. Nem véletlen a cím, és nem véletlen a szózat Sinkovics Imre szájából. Én úgy hallottam, az emlékezők úgy emlékeznek, az emlékezők néhányika, amelyikkel beszélgettem, hogy a szózatot kezdték énekelni, amikor a golyózápor elindult, amikor vezényeltek, amikor a sortűzre vezényeltek. Ez döbbenetes dolog. Utána az öreg gyilkos azt hangoztatta, hogy meg akarták támadni ezek a gyermekek, nők, egyetemisták a laktanyát, és támadás közben a szózatot énekelték. Összekattan, összevillan a 19. század nagyja Vörösmarty Mihály és a 20. század mosonmagyaróvári borzalma. Ezt követően Vida István beszél. Megdöbbentő szép beszédet hallunk. Átnyújtjuk önöknek ezt a kis összeállítást most. Tisztelt emlékezők, kedves barátaim! Azért gyűltünk itt össze, hogy csendben fejet hajtsunk a mosoni áldozatok előtt 1956 forradalmából nekünk örökségül a gyász és a fájdalom jutott. Október 26-ának az áldozatait október 28-án temették el mindkét város részben. Magam 10 éves gyerekként ott álltam a koporsók előtt, és számunkra, akik itt éltünk, akkor a szózat szavai sohasem válhatnak puszta szólammá. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned halnod kell. Mert mi valóban láttuk a szabadság véres zászlóit, és láttuk apáink kihult vérét, és nekünk nem lehetett elhitetni, velünk nem lehetett elhitetni a hazugságokat. Nekünk nem mondhatták, hogy fasiszta csőcselék támadta meg a határőröket, mert mi tudtuk, hogy a barátaink, a testvéreink zászlókkal, kosutnótát énekelve vonultak, s nem fegyverrel támadtak a határőrökre. Sajnos a mai napig sem jutottunk el oda, hogy az igazságot megtudhatta volna országvilág. Ma is vannak még téveszmék, hazugságok, legendák, csak más előjellel, mint eddig. 33 év megkövült hazugságait 9 éve nem tudtuk még lepaparni. 56-ról az óvári emlékezők még ma sem hitelesen emlékeznek, és még ma sem tárták fel pontosan az igazságot. Imádságos lélekkel jöttem ide, és nem háborogva, de nehéz imádságos lélekkel, keresztény alázattal megbékülni olyan igazságtalanságok előtt, amelyeket nap mint nap hallunk. Mégis most csendes szívvel és lehajtott fővel emlékezek Bárdics Tihamérra, emlékezek Gyécsek Istvánra, emlékezek Ferenczi Lajosra,
Kornyák Bélára, emlékezem Pár Jenőre, Wilhelm Mihályra, Vakler Lajosra és Vojnesi Istvánnéra. Emlékezem az édesanyákra, az édesapákra, akik nem láthatták felnőni gyermekeiket. Emlékezem a fiúkra, az ipari tanulókra, akik nem ismerhették meg az élet örömeit. Emlékezem és csendben fejet hajtok. Imádkozom, hogy legyen örök békesség és nyugalom a halottainknak, és a mi számunkra a szabadságot és a demokráciát meghozta ez az új rendszer, de teremtse meg az igazságosabb társadalmat is, teremtsen egy demokratikus, szabad és igazságos Magyarországot. Ezt kívánom itt, a halottak emléke előtt áldozva. Olyan esemény Moson-Magyaróvár történetében, életében az 1956. október 26-i sorfű, és mindaz, ami ezt követte, hogy Moson-Magyaróvár, mely egyike régi történelmi városainknak, újra beírta nevét a magyar történelembe. Mindnyájunknak emlékezetes, és akik egy távolról, akár Budapestről, akár máshonnan figyeltük, döbbenettel vettük tudomásul, hogy itt a nyugati határon, itt ebben a városban mi is történt. Ahogy emlékezni tudott a bakkorszakra és annyi önkényre, amelyet nemzetünk megélt, és amikor a történelem emlékezete nem a tankönyvekben, nem is a könyvekben, hanem csak, és ez a közös emlékezet és élmény teszi a nemzeteket valóban nemzetté. Ezek a kokorcsók, Szitrik Lajos, Kis Antal, Zsigmond Imre, koporsó is jelzi, hogy 1956-ban a nép kelt fel. A nép akarta az országot újra szabaddá tenni, és egyszerű emberek, néptelen egyszerű emberek, fölművesek és munkások, értelmiségiek és alkalmazottak, nem pedig az úgynevezett kizsákmányolók vagy mások akarták megdönteni az önkényuralmat, az úgynevezett proletár diktatúrát. A háborúkat üzenni szokták. Előtte gondosan mérlegelt haditervek után, amelyik közül egyik vagy a másik beválik, vagy egyik sem válik be. A forradalmak kitörnek, nincsen haditervük. Forradalom akkor tör ki, mikor a nép elviselhetetlenek érzi a sorsát. 1956-ban magyarságában és emberségében megalázott nép talpra állt. Óriási erők feszültek ebben a talpraállásban, és óriási indulatok elégtételt kívánt magának megsértett önérzetük, megsértett emberségük, megsértett magyarságuk. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy hány embert végeztek ki, 350-400 között van számunk. Nem tudjuk pontosan, hogy hány ember menekült ki Magyarországra a megtorlás elől. Nem tudjuk a diplomáciai összetevőt pontosan annak, hogy mi vette rá. Győzött és elindított egy olyan folyamatot, amely megváltoztatta a világ sorsát. Letaposni nem tudta más, csak egy világhatalom. Több tankkal, mint amennyit a világháborúban a német hadsereg ellen itt levetett.
Ez győzelem, de Vincsőség nem eszteszi a győzelmünket, még csak nem is az, hogy azóta a Szovjetunió is gyakorlatilag ugyanarra az útra lépett, mint amire mi léptünk. A szovjet nép, amely szintén áldozat volt, felismerte ugyanazt, és szintén tekrár. Az igazi győzelem az volt, az, hogyha ezt a mai ünnepet elsősorban nem gyászünnepnek fogjuk fel, hanem kezdetnek fogjuk fel, lépésnek a jövő felé. Megbűnhődte már? Bárdics, Tanauer, Domonkos, Dózsa, Dömötör, Fábián, Ferenci, Gyécsek, Hornyák, Horváth, Kardos, Keleven, Kemény, Kis, Kolosszár, Kovács, Krejzer, Lackovics, Letenyei, Meszlényi, Meszlényi, Miks Nagy, Német, Neszpéni, Negybergerné, Őri, Pár, Pandúr, Pápai, Piher, Pintér, Rácz, Ráling, Rolsava, Nyúné, Sipos, Szalai, Szimhart, Szucsányi, Takács, Tolnai, Varga, Virágné, Vahek, Vakler, Westerlom, Wilhelm, Bonsicné, Zsoldosné. Megbűhödte már? Mit is? Miért is? Azért, mert a közel évtizedes torokszorító félelemben, reménytelenségben, a győzelmeket harsogó lármás propaganda ellenére is vereségeit számlálva, kudarcait már alig földolgozni tudó magyar nemzet, s benne Moson-Magyaróvár népe, mint egy varázsütésre, felemelte fejét, belekortyolt a szabadság mindenféle drognál mámorítóbb italába, énekelni merte saját nótáit, ünnepelni merte nemzetét, s vele önmagát, történelmét. Újra reménykedni mert. Reménykedni, s vele jövőjére, gyermekeire gondolni, mert élni mert, és élni akart. Hát azért. Azért bűnhődött. A görög istenek mértek ilyen iszonytatóan abszurd és kegyetlen büntetéseket az emberekre, akik felemelték a fejüket. Mást is gondoltak, mint amit gondolniuk szabad lett volna, mert tüzet loptak az embereknek, mint Prométheus. Hihetnénk, a mítoszokat teremtő képzelet képes csak barbár istenekbe ennyi kegyetlenséget belepréselni. De itt, 1956. október 26-án, pénteken délelőtt 10:30 tájban emberek cselekedtek. Mit cselekedtek? Két sorozatot lőttek ki, kézigránátot dobtak a földön fekvők közé. Miért? Vakon vagy vakhitből, merő gonoszságból? Felmentést adhat-e mindez? Vagy az ok ennél sokkal prózaibb? Prózaibb és kegyetlenebb. Netán azért, mert a fővároson már 23-án éjjel megalakult egy magát katonai bizottságnak nevező csoport, apró földes fehér kovács vező, amely tűzparancsot adott ki az ellenforradalmárok ellen a hozzámig hű janicsárjainak. Kitől féltek őt? Saját népüktől, akiket védelmezniük kellett volna? Vagy tán azért lőttek, mert titkokat rejtett az óvári határőr laktanya pincéje? Kartonokat, dossziékat? A magyar népköztársaság operatív hálózatáról. Persze, utólag mindegy is ez. Ezt Moson-Magyaróvár népe sem ma, sem 42 évvel ezelőtt nem tudja, nem tudhatta. Azért vonult többek között a zöldávos laktanya elé, mert a rendszer gyűlölt szimbólumétől akart megszabadulni, érezni akarta erejének mámorító élményét, hallatni akarta addig elfojtott hangját, örült, és örömét fordította szembe azokkal, akik csak a gyűlölet és az erőszak szavát értették, és aszerint cselekedtek. Ezt az örömöt törte szó szerint derékba a sortűz, fagyasztotta az ajkakra hosszú évtizedekre a dalt és a mosolyt Moson-Magyaróvár, Ron. És a város a tragikus sortűz utáni napokban világszenzáció lett. A nagy lapok tudósítói végig fényképezték a lajtamentét, és az itt készült képekről üvölt a fájdalom. Peter Fryer angol újságíró könyvében olvassuk. A városon valamilyen rettentő feszültség uralkodott el. Olyan forma volt ez, mintha a vidéket előzőleg valamilyen szörnyű elemi csapás érte volna. Magyaróvár légköre olyan volt, mint az angol bányavárosoké akkor, amikor egy bánya szerencsétlenség vonz tömegeket a tárnák bejáratához. Több asszony sírt. Senki sem mosolygott. Megbűhödte már elé. 1956. októberre óta hordozza a város a bélyeget, a bűnös város bélyegét. A megyei fehér könyvnek nevezett propaganda kiadvány akasztotta rá nevet.
A népítélet áldozatainak táblát, emlékművet emeltek a laktanya előtt, a városban utcákat neveztek el a lávéhásokról, hogy mindenki tudja, ki az ura háznál. A többi néma csend. Az ajkak elé hullott újak hallgatásra figyelmeztettek. Nem volt elég a per és a halálos ítéletek, az áldozatok és sebesültek családtagjainak nevei hosszú évekig igen rosszul csengtek ebben a városban. Mosonmagyaróvár kollektív büntetést is kapott, itt nem volt szabad semmit sem fejleszteni. Ám a fájdalmat, gyászt, a temetők és a kórház akkori képeinek emlékét, mint ahogy a múltat sem lehet végként eltörölni. A rendszerváltás azzal kezdődött Mosonmagyaróváron is, miként az országban, hogy megindult a tisztázás, kibeszélés, felelőskeresés folyamata. Az áldozatok is megszólaltak, a visszanyert szabadság levette a bilincset a szájakról. Az ávósok nevét viselő utcákat átkeresztelték, az óváriak adományaiból Golgota állít most a gyásztéren, Szöldes Gábor, Tihanyi Árpádot, Gulyás Lajost és a többieket rehabilitálták. Film is készült az óváriak fájdalmáról, és a város gyásznapon emlékezik halottaira. A felelősségkeresés odáig eljutott, hogy megneveztek néhány géppuskás katonát. Mosonmagyaróvár és az áldozatok azonban nem ezt várják. Meg akarnak bocsátani. De ahhoz, hogy megbocsáthassanak előbb valakinek vagy valakiknek bocsánatot kell kérni. A várostól is, meg az áldozatok hozzátartozóitól is. Ehhez persze bátorság kell, a bátorság pedig csak a szabad emberek sajátja. A helyi 56-os egyesület vezetőitől tudom, hogy ezért decemberében Győrben a katonai bíróságon megkezdődik, újra indul, folytatódik Dudás István volt laktanyaparancsnok és társainak pere. A több mint 170 tanú meghallgatása nem lesz nyilvános, de talán Mosonmagyaróváron folytatják azt le. A vád Dudásék ellen emberiség ellenes büntet elkövetés. A kérdések, amelyekre választ vár a város és népe, igen egyszerűek. Mondhatni alapkérdése. Miért kellett foggal körömmel védelmezni az ipartelepi laktanyát, még a nem létező ellenségtől is? Ki adott utasítást arra, hogy géppuskákat kézigrált is bevetve megtorló sortűz dördüljön el? Ki adta ki az óváriak ellen a közvetlen tűz vezényszót? Miért kellett megrendezni az óváriak elleni koncepciós pert? Mosonmagyaróvárnak joga van hozzá, hogy kiderüljön végre az igazság. Megbűnhődte már. Mosonmagyaróvár mosolyogni szeretne. Ez éltetőd. Ha elbukál, angyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, hogy nyerjen sors keze. Itt élned. Hank. Mosonmagyaróvárnak joga van megtudni az igazságot, mondta Vida István. Mosonmagyaróvár mosolyogni akar. Mosonmagyaróvár ma sem tudja a teljes igazságot, és Mosonmagyaróvár nem tud mosolyogni. Lehet, hogy észrevették, csak egyszer mondom el, ebben a műsorban ma nincsen reklám. Telefon sincs igazából. Aki mégis reagálni akar, reflektálni akar műsorunkra, az megteheti az e-mail címünkön, megteheti levélben, és azért telefonálhat, de egy játékszabályt el kell mondanom. Meg kell mondani a nevét előtt a kollégámnak, telefonszámát, és vissza fogom hívni kettő kis film között. Ha olyan mondandója van, amelyet úgy gondol, hogy közérdekű, és mi is úgy gondoljuk, hogy ebbe az emlékező műsorban helyet adunk. Várjuk telefonjaikat. Nagyon tanulságos volt ez a kis filmecske. Ez a néhány összevágott kocka. Nem véletlenül, tudatosan így összevágott kocka.
megbocsátás. Hányszor elhangzik ez a szó? Nekem a legtöbb túlélő azt mondta, hogy ő úgy szeretne megbocsátani, de megbocsátani nem lehet bocsánat kérés nélkül. És nem Keleti Györgynek kell bocsánatot kérnie. Néhány évvel ezelőtt ő is itt volt egy gyásznapi délőttön. Nem a nyugati magyarságnak kell bocsánatot kérnie, akik menekülve jobb haza reményében, reménytelenül, de ugyanezt szívesen megteszik. És talán nem is a kis katonának kellene elsősorban bocsánatot kérnie, hanem annak, aki a parancsot kiadta. Megbocsátani annak lehet, aki bocsánatot kér. Mit akarnak a mosonmagyaróváriak? Rengetegszer felhangzik ez a kérdés másutt. Mit akarnak? Nyugalmat, békét, tudni a múltukat. Félig bevallott múlttal nem lehet mit kezdeni. Elvakart sebeket nem lehet bekötni, gyógyítani, külsőleg kezelni, úgy, hogy közben az igazi gyógyszer nem adatott meg. De nem még egy érdekes dolog, érdekes kérdés felmerült. Tudjuk, hogy a jog hogy játszik az emberrel. Tudjuk a jog határait is, persze ezt 1956-ban akkor egy pillanatra félre rakták, félre söpörték az emberek. De többször felmerült bennem az a gondolat, hogy Istenem, hogy lehet elvárni azoktól a tanúktól a főutcában 2000-ben, hogy pontosan emlékezzenek arra, mi történt velük, testvérükkel, akik mellette lőttek le 1956. október 26-án. Ők nem azért mentek oda, hogy 44 év múlva pontosan emlékezzenek, hogy ki vette le a sapkát, hogyan adott tűzparancsot. És természetesen az a műsor nem egyéni meditációkra szorul, és nem is ezért készül, de azért azt is elmondom, hogy voltam katona. Szóval egy parancsnok felel legénysége tetteiért. Előttem van egy újság, Bécsi Napló. Többször idéztünk már ebben a műsorban, nem ma, hanem a televízió műsorára gondolok. A múltkor Takács István úrral beszélgettünk itt, akivel én a Bécsi Napló számára egy hosszabb interjút készítettem, ugyanis a nyugati magyarságot rendkívül mód izgatja, érdekli ez a kérdés. Ezt a lapot Új-Zélandtól Ausztráliáig, főként Amerikába sokan vásárolják. Egy kicsit kevesebben talán nyugaton, azok közül többen Ausztriába, hisz Bécsben készül. Szerencsésnek mondhatom magamat, hisz ennek a naplónak én is szerkesztőségi tagja vagyok. És így készülhetett interjú Takács István úrral két részletben. És egy adalék az elmúlt számba, az 56-os számba, Félix Ausztria a lap címlapján, próbálom megmutatni így, a lap zöme 1956-tal foglalkozik. Ebben a mosonmagyaróvári sortűz per folytatódik címmel jelent meg egy cikk Takács István tollából, ez én kis lapszéli jegyzetemmel mindösszesen. És a legmegdöbbentőbb ugyanaz a kettőség ebben a vallomásban is, mint amit itt próbáltam többször is érzékeltetni. Azt, hogy sokan mennyire jelentékteleníteni akarják ezt a kérdést, hogy összehasonlítani, mennyire kölcsönösségi alapon kezelni. Úgy, mint a nemzetiségi politikát egyes határokon túli nacionalista politikusok kölcsönösség alapján. Attól, mert az én hattam. Nekem nagyon fáj, nem szabad lebecsülni a másik halottját sem. Felolvasnék ebből az újságból egy parányi kis idézetet. Azt mondja Takács István úr, érdemes volt megfigyelni, és ez a társadalom megosztottságára, és fontosabb szó fásultságára jellemző, hogy a Dudás per megkezdése előtt mind a közvélemény, mind a sajtó mérsékelt érdeklődést mutatott, inkább csak az évfordulókhoz kapcsolódott. A legfelső bíróság felülvizsgálati tanácsa 1999. június 28-i határozata óta, amelyben kimondja, hogy az 1956. október 23-a és november 4-e közötti sortüzek háborús büntetnek számítanak, tehát nem évülnek el, rögtön megpezsdült az érdeklődés a sortüzper után. El kell mondani,
elnézést a közrevetésért, de lehet, hogy sokan nem tudják, hogy 1956. november 4-én a szovjet támadást követően gondolta úgy a magyar jog, a nemzetközi jogtól eltérően, ezt is hozzá kell tenni, hogy csak az 1956. november 4-e utáni sortüzek számítanak háborús bünteteknek, tehát nem elévülős bünteteknek. Az október 23-a és november 4-e közti sortüzek egyszerűen emberölésnek, 25 év után elévülnek. Van valami logika, valami jogászi logika ebben, hisz valóban konkrét katonai támadásra november 4-én került sor Magyarország ellen, tehát háborús konfliktus ekkor volt. Azok, akik néhány nappal azelőtt haltak meg, azok ezt nem tudják, és mi sem marjuk elfogadni. A magyar jogtörténet nagy fordulópontja, szerintem emlegetni fogják, az 1999-i felülvizsgálat, amikor az összes sortűz háborús büntetnek minősül. Innentől kezdve a dudások nem évülnek el. Takács István írja tovább. Most már nem csak egyesületünk és képviselőnk bombázta indítványokkal és észrevételekkel, kérdésekkel az eljáró bíróságot és Solti Pált, az országos igazságszolgáltató tanács elnökét, hanem az ellenérdekű felek is megmozdultak. Szembesülnöm kellett azzal, hogy egy névtelenül levélíró Sopronból, felolvastuk egyik opuszát a múltkor, úgy titulált postai levelezőlapon, hogy gyilkosságra felbújtó gazember. Más levelekből is arra kellett következtetnem, hogy a névtelen levélírók a kommunista propaganda által félrevezetett, hamis információkkal megtévesztett egyszerű emberek, pártagok és határőrök lehettek. BF volt határőr tanúvallomása után, melyet betegsége miatt a lakásán folytatott le a bíróság, búcsúzáskor azt említette feleségével együtt. Azért rendes ember volt Dudás. De nem csak az egyszerű, megtévesztett közember védte Dudás István, hanem a baloldali sajtó egy része is felsorakozott mellette. Utalok itt Dési Jánosnak, a Népszava belpolitikai rovatvezetőjének 1999. szeptember 15-i és a Magyar Televízió Szabadságtér című műsorában elhangzott megnyilatkozására. Ebben a kommunista népirtásokat kisebb büntetnek tartotta, mint a holokauszt bűneit. Nem véletlenül említettem önöknek az összekapcsolást. Az én hallottam, te hallottad, a mi nemzetiségünk és a te nemzetiséged. Egyébként ez kommunista aktus volt, Ceausescu és Kádár úr elvtársak kitűnően együttműködtek ebbe a játékba. Még hátborzongatóbb, hogy a kiskunhalasi polgárokat, Dudás István ugyanis Kiskunhalason lakik, milyen hazug és cinikus módon hangolja a polgárok ellen az ottani sajtó. A halasi tükör 1999. szeptember 22-én ezt írja. Jáger Levente a szerző. Halálosan megfenyegették Dudás Istvánt. Ez a cikk címe. Gyenest egyébként még a sortűz napján darabokta tépte a megvadult tömeg. Illetve érdekesség még, hogy a téren sokkal több kézigránát maradványt találtak, mint amennyi egyáltalán a laktanyában volt. Ilyen indítatással kezdődött a Dudás per tavaly szeptember 14-én. Érdekesség, hogy sokkal több maradványt találtak kézigránátból, mint amennyi a laktanyában volt. Szoktak nők gyerekek közé kézigránátot dobni. Én is voltam katona, tudom, milyen körzetben halálos a kézigránát. Nem egyes lövés a sortűz. Egy újabb összeállítás következik. Lezsák Sándor volt városunk vendége. 1999-es a felvétel, tehát tavalyi rendhagyó történelem órát tartott. Lezsák Sándor a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója. Költőként indult, tiszteletre méltó, humanista, polgárő, közíró, politikus. Ezt követően Táborné, Pandurági,
Ágit sokan ismerjük a városba. Évtizedeken keresztül hordozta magában gyászát, és 10 éve csak, hogy elmondhatja. Nézzük meg ezt a kis összeállítást. Nem csak Magyaróvárnak gyásznap ez, hanem a Kárpát-medencében élő magyarság gyásznapja ez. Hiszen emlékeztet valamennyi sortűzre, iszonyatos, gyilkos erejű sortűzre, amely itt is agatott, és amely Tiszakécskétől a Kossuth téren át, itt a trianoni határon belül, közel 100 településen szedte áldozatait, fiatal életeket, tisztességes leányokat, fiúkat, édesapákat, édesanyákat veszítettünk el. És ami itt történt, azt ma is nagyon nehezen tudjuk földolgozni. És engem nem vigasztal az, hogy Franciaországban például a francia forradalom után immár 200 esztendővel még mindig vitatkoznak a francia forradalom történéseiről, még mindig szembeállítja a történészeket, de az egyszerű embert is egy-egy történése a francia forradalomnak. Nem vigasztal az, hogy 10 esztendővel a rendszerváltoztató folyamatban és 43 esztendővel az 56-os forradalmi szabadságharc után még ma is sok-sok része 56-nak, akár a sortüzeknek is földerítetlen. Szégyennek tartom a nemzet szégyenének a rendszerváltoztató folyamat tisztességes jó akarata ellenére még ma is a bűnösök nevét nem tudjuk, vagy az igazságszolgáltatás nem volt képes megnevezni. De most talán ez jó úton van. Hát nem tudom, hogy jó úton van-e. Jó úton igazán akkor lenne, hogyha nem csak a magyaróvári perkben, de a többi perkben is elindulhatna az a folyamat, és fölgyorsítva, amelynek a végén ott van a bűnösöknek a neve, és ott van a végén maga a büntetés is. Hiszen ez nem az ország jobbik felének igazságérzetét, vagy a megszenvedett tömegeknek, hozzátartozóknak az igazságérzetét, hanem azt is jelentheti, hogy a nemzet önmagára talált, hogy az idegrendszerében, mint egy kísértő múlt, ott bolyong a sortüzes emlék, nem csak a magyaróvári, a többi is, és állandóan, szinte mint eszelősen kérdezi, hogy ki volt az, és mit tett. Ebben valami megnyugvást csak akkor találunk, hogyha az igazság szolgáltatása helyére kerül. Vannak biztató jelek, de meg kell, hogy mondjam, tartok attól, hogy ezek csak ilyen ünneptáján, egy ilyen nekibuzdulások, aztán megint minden valahogy visszakerül a helyére. És nagyon bízom abban, hogy az én kormányom, a polgári kormányzatnak lesz olyan ereje, hogy legyűri a jogi akadályokat is, és megteremti ennek jogi feltételeit, hogy megnevezze a bűnösöket. És ezután jöhet csak a megbocsátás, ezután jöhet csak a megnyugvás. Nem kerülhető ki a kérdés, hiszen most Vagy Dudás István Pere, milyen érzelmekkel, milyen gondolatokkal követitek a pert? Hát, fájdalmas gondolatokkal. És nagyon érezzük, hogy nem akar zöldágra vergni ez az ügy. Apróságokon megy a vita, melyik kezével intett, hogyan mozdította a kezét. Hát hiszen nem ez a lényeg. És egyébként is, ugye ő nem ismeri el a bűnösségét. Ő nem adott tűzparancsot. Hát kérdem én, ha valaki laktanya parancsnok, akkor nem felel a katonáiért? És hogy mondhat ilyet, hogy ő nem bűnös? Akkor, amikor ennyi ember meghalt itt, és ennyi nyomorék marad. Hát van egy barátnőm, aki még a mai napig is nyitott sebbel jár. A nyáron is kórházba feküdt Győrbe, kisgáláson. Borzalmas fájdalmai vannak, sántít, és hiányzik 2 csigolyája. És hát sorolhatnám a sok embert. Fölháborító az is, hogy ott ülnek ezek a kis katonák, akikkel mi már találkoztunk egy film elkészítése során, akkor azt állítottak, hogy ők a levegőbe lőttek. Hát most épp előttem ültek a bíróságon, és amikor ez a szegény barátnőm, aki ilyen nagyon fájdalommal él,
ott a széken ülve mondta, hogy milyen bajai vannak, én akkor megjegyeztem bizony félhangosan, hogy hallják a kis katonák, akik már ugye velem együtt idős emberek, hogy azért ám bizony, mert a levegőbe lőttek. Hát ettől nyomorék az én barátnőm. Úgy látom, Ági, hogy követed a Dudás Pállal kapcsolatos eseményeket. Érzésed szerint a város mennyire követi? Szerintem nagyon sokakat érdekel ez. Nagyon sokakat. Annak ellenére, hogy van közöny is rengeteg, biztos. Hát sajnos ez ellen nincs mit tenni, elromlott a világ nagyon. Mindenféle vonatkozásba. Az emberek egymással se nagyon törődnek. Nem számít, hogy a másik elesett, nem segítenek rajta. Hát valami ilyen hasonlattal tudok élni, hogy ugye idáig is voltak olyanok, akik mellettünk voltak, helyeseltek nekünk, hogy a mi nézeteinket vallották, meg hát olyanok is, akik most is ellenünk vannak, szegény öregember mondják, ezt a hazudós véngyilkost, szegény öregembernek nevezik. Hogy hát mégis már mit akartok tőle? Hát legalább mondjon azt, hogy vétettem, bocsánat. Legalább ennyit mondjon. Azt kérdezte tőlem a bíró, hogy tudok-e én elfogulatlanul vallomást tenni a Dudás úr ellen. Haragszom-e rá? Hát mondom, gyűlölöm, hogy egy ember csak lehet. De azért én tudok elfogulatlanul vallomást tenni, mert ha nem tudnék, akkor azt mondanám, hogy akasszák föl. De azt szeretném legalább, Éva, hogy vegyék el a gatyáját is, mint a levéli papnak, akinek fölsorolták, hogy két alsó 40 forint, egy íróasztal 150 forint, a kalapja 20 forint, mert nem csak fölakasztották, földön futóvá tették a családját, elvettek mindenüket, elkobozták. Ezt szeretném, a Dudásnak a gatyáját is vegyék el. Biztos több oldalon lenne fölsorolás, nem úgy, mint a Gulyás papnak, hogy két jéger alsó. 1900... Egy pillanatra előbbre szaladtunk, elnézést kérek ezért. Valaki biztos felismerte Faludi Gyuri bácsi hangját. Hallják ők. Miközben kollégámmal beszélgettünk, ahogy nézem a filmet, és láttuk előre, természetesen előtte jócskán, és mégis mindig újdonság erejé válhat. Ági ugyanazt mondja, amit mindenki ebbe a városba. Kérjenek bocsánatot. Semmi más nem kér. De ez jár. Egy emberi világban jár. A bűnér büntetés jár. Én nem tudom, önök ismerik-e a görög tragédiákat. Ott jár a büntetés. Ismerik-e Ödipusz király történetét? Lehet, hogy azt mondja valaki, ez hogy jön ide? Hát úgy jön ide, hogy Ödipusz nem tudta a bűnét. És mégis büntetés járt érte. Úgy is, hogy nem tudta, hogy bűnt követel, hogy saját anyját veszi feleségül. De ez az erkölcsi törvények szerint, az isteni törvények szerint bűn, mert a világ Bécsi Tamás szerint három pilléren áll. A világot működtetik a természeti törvények, nem tudunk ellene tenni. Esik az eső, esernyőt veszünk elő. Tél van, jobban felöltözünk, befűttünk. Ezek a természeti törvények, tudunk alkalmazkodni hozzá. Ott vannak a társadalmi törvények. Mi hozzuk őket? Állam, hatalom, jog. És akkor vannak az isteni törvények. És ha valaki e törvények közül az egyiket megsérti, például azt, hogy a halottat el kell temetni az Antigónéba, hogy megbocsátani csak annak lehet, aki bocsánatot kér, akkor a harmónia, a három pillér eredője, összetevője megsérül. És a harmóniát helyre kell állítani. Ez Moson-Magyaróvárot nem állítódott helyre. Várjuk a gyásztérről kolléganőnket, még nem érkezett meg. Én is izgalommal kérdezném tőle, sokan voltak? Sokszor kevesen voltak. Talán az idén? Talán így a vége fele reméljük. Talán többen, talán nem fásulunk el. A remény örök. De jó lenne, ha nem csak remény lenne, hanem végén megnyugvás. Ha megérkezik természetesen a felvételünk a miniszterelnök úrral, illetve a köztársasági elnök úrral, elnézést, akkor azonnal önök elé tárjuk ezt a felvételt. Addig Faludi György. Faludi György 1956 novemberében lépte át, november végén, Hegykőnél a magyar határt.
nem bírok több börtönt, mondja ebben a versben is. Faludit sokan nem szeretik, nyugaton sokan nem szeretik. Világfinak tartják, liberálisnak tartják. Származása miatt is talán zsidó származású. De Faludi 1956 emlékét 40 éven keresztül őrizte belül, és ő az, aki hazatért Kanadából, aki hazajött és nem megy többet el. Nem emigrál többet. Nem először emigrált, tudjuk 1938-ba Párizsba, onnan Marokkóba, majd azt is tudjuk, hogy az amerikai hadsereg katonájaként szolgált a Távol-Keleten, majdnem megölték, kicsit megsebesedett, megsebezték. Majd amikor véget ért a világháború, sokan óvták, hogy a szovjet zónába jöjjön, de jött haza boldogan, szabad nép, írta a kis cikkeket, és egyszer csak recsken találta magát, követ fejteni a legjobb a költőnek. És tudta, hogy nem éli túl, és tudta, hogy túléli. 1956-te Csillag című versét hallgatjuk meg most előadásában. Én még egy versére hívom fel a figyelmüket, a Hitelbe jelent meg 88 vége felé. Lehet, hogy nem pontos az emlékezetem, meg kellene keresni, megvan a szám, ahol először éreztem úgy, hogy fölhúzzák a redőnyt és beömlik a fény, ahol először éreztem úgy, hogy kinyitják az ajtót, az ablakot és bejön a levegő. Gyönyörűen versben Kádárt gyilkosnak nevezte. 1956 első verse volt, amit úgy olvastam, hogy nem rejtjelekben szólt. Most egy másik vers az ő előadásában. Fogadják szerettel. 1956, te csillag. A terrible beauty is born Yeats-től. Másnap, szerdán reggel, por ágyú szó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek, péntek, még több vér, tankok a ligetnél, az ütegek torkolat tüzeit nézem éjjel és borzongok, a szörnyű szépség most nálunk is megszületik. Hat nap, kénezett arcú halottak, apró csokorral mellükön a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány, ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza, feltépet sínek, utcák és fölöttünk a szabadság liliom illata. 1703, 848 és 56, egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen, bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek, a Dunánál állunk, a nap áttörködön füstön. Talán sikerül minden, és az alkonyat bíbor brokátja Zsuska lencőke haján. És szombat, hajnalban csupa reménység, de este felé nyakunkon a kés, a keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel, nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden völgyét meg dombját ösmerem. A bachhuszárok tankban tértek vissza, eddig sem ápolt, s ha más föld takar, mit számít az? És mit, hogy fiam majd dednek szólít, és nem lesz már magyar? Mit elvesztek, 50 vagy 100 év múltán, az ifjúságtól mind visszakapom, és otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem.
kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez, s az örömhöz. Te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénem. 1956, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled. Nagyon soká sütöttél őszhajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Toronto, 1986. Gyönyörű vers. A nagy versek közé tartozik. Mi nem vagyunk bosszúállók. Ez volt az interjú címe, amit Takács István úrral készítettem tavaly ilyenkor, és megjelent a Bécsi Napló januári, illetve márciusi számában, két részletben. Önök megkérdezhetik, hol áll most a sortüszpör? Hol tartunk most? Akkor egy kis összefoglaló következzen, és ezután újra az etűd, az elején már játszott filmetűd, hogy lássák azokat a képeket, hogy hogyan emlékeztek önök az elmúlt 10 évben. Természetesen 1989-ig nagy hallgatás volt. Én azt is említettem, és elnézést a személyeskedésért a múltkorokban itt, hogy 1978-ban költöztem Mosonmagyaróvárra, előtte hallottam valamit a sortűzről, és Répteszemerén éltem 10 éves koromig, és édesapám apja, tehát nagyapám sírjához közel volt Leszkovics Dezső, Dezsi, ahogy apám mondta, sírja, és mondták, hogy Óvári gazdázolt, ott lőtték meg, de úgy gyerekként nem fogtam fel. És utána semmi. 10 évig semmi. 1989-ben törték meg a hallgatás falát. Közben balra néztem, önök bizonyára észreveszik élőadásba, megérkezett Magyar Ágnes egy kis kazettával a zsebében. Lehet, hogy egy kicsit változtatunk a dolgokon. És én azért megkérem a kollégámat, ha rám is figyel egy pillanatra, hogy az én beszédem után játsszuk be azért az etűdöt, és akkor megnézzük, mi történt most a gyásztéren. Visszatérve a perik. Tehát 89-ig nem történt semmi. Az első feljelentés Kiskunhalason volt, és Demeter Zoli bácsi, aki az öccsét veszítette el, és aki szintén vendégünk volt, jelentette szóban ezen a fórumon Dudás Istvánt, és kérte az ügyvédeket, járjanak el, annak rendje módja szerint. Nem történt semmi egy darabig. Az első hivatalos feljelentés 1992-ben volt, ez dr. Zétényi Zolt, dr. Fekete Gyula és dr. Bogdán Emil országgyűlési képviselők jelentették fel, figyeljenek a szóra, háborús büntet miatt Dudás Istvánt és társait. Tehát amiatt, ami miatt ma folyik a per. Illetve 92-ben néhány magyaróvári sértett, Demeter Zoltán, Galambos Józsefné, Sventner Ferenc, Luttenberger Mihály és Luttenberger László, valamint Németh Boldizsár, polgári lakosság ellen elkövetett halált okozó erőszak büntette miatt tett feljelentést. 92-ben megtagadták a nyomozást a győri katonai ügyészségen, elévülés miatt említettem a jogi procedúrát. Pista barátunk azt mondja, valószínű még nem esett át a rendszerváltáson az ügyészség, nagyon finom fogalmazás. Ezt megfelelbezte Zétényi Zsolt és a magyaróvári sértettek is. A budapesti ügyészség azonban bizonyíthatóság miatt, illetve bizonyítékok hiányában 94-ben megszüntette az eljárást. 94. november 2-án nyújtotta be a vádiratot a budapesti katonai ügyészség. Tehát az első feljelentés óta 2 év telt el, és 95. február 4-én megint megszüntették az eljárást. Bűnösségük nem állapítható meg, és az eljárás folytatásától sem várható. Nem tudom, jogilag
ez a mondat érthető-e? Tehát előzetesen feltételezték a jogászok, gondolom, hogy ez nem fog eredményre vezetni. Ezt nem demokráciának szokták hívni. A katonai főügyészség azonban szerencsére nem fogadta el ezt a döntést, és a legfelsőbb bíróságra, a főügyészség indítványára hatályon kívül helyezték a végzést, és új határozathozatalra utasították a Győr-Sopron megyei bíróság katonai tanácsát. Tehát visszakerült az első pontra. Igazából a pillanat 99. szeptember 14-én kezdődött, érkezett el, amikor az említett 99. júniusi határozat után elindulhatott az az eljárás, ami ma is folyik, folyik szót idézőjelre betettem, amikor Habony ezredes katonai tanácsa folytatja az eljárást. A mosonmagyaróváriak, a sértettek, az áldozatok ügyvéje Zétényi Zsolt. Kicsit rövidebbre fogtam az ismertetést, azért, hogy több legyen a kép. Fogadják szeretettel ezt a kis filmet. Thank you.
Megérkezett közben Magyar Ágnes kolléganőm a gyásztérről. Szeretettel köszöntök mindenkit, és már percek óta néztem ezt az összeállítást, amit a mai gyásznapra kollégáim készítettek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon sok esemény volt rajta, olyanok is, amelyet még sokan semmikor nem láthattak. Itt néztünk Lajos együtt arcokat, akik bizony már van, aki nincs, és például itt ott Paula volt. Igen, Márkusné, ő is, láttuk, sajnos, hogy már nincsen közöttünk. Elnézést, kedves nézőink, nem tudtam meg, és tőled is nem vagyok olyan formában, mint
mint ahogy igyekezettem általában megvan. Most a gyásztérről jövök valóban, és egész délután már az eseményeket figyeltem. Várom is, akkor én most úgy ülök itt, hogy kérdezzél. Az elmúlt években gyér volt az érdeklődés. Mintha elfáradtak volna az emberek, mintha reményvesztettek lettek volna, hogy ennek nem lesz vége. Voltak érzéseim, hogy félelmeim is, hogy most is ez lesz. Aztán ezt előre megmondom, hogy estére elmúlt. A nap folyamán többször kimentünk a gyásztérre, ott folyt a készülődés, és nagyon sokan iskolák jöttek ki, sok gyerek, sok tudom, fiatal. A Piarista iskola, Haller iskola. Igen, sőt, sokan, ha jól tudom, a Pofosz elnöke is itt volt, és 12-kor koszorúztak. Igen, igen, úgy van, 12-kor koszorúztak, de mondom, nagyon örvendetes volt, hogy nagyon sok iskola. De civil ember. Civil emberek, civil emberek polgár, is, városlakok, igen, karonfogva, családok, gyerekekkel, tehát a házaspárok karonfogva. Ha most tényleg igaz, amit mondasz, és hát miért? Hát nem ám kételkedsz. Hát nem kételkedek, sőt reménykedek. Ha igaz ez, ez felfogható annak szerinted, hogy reménykednek az emberek, hogy eljön a vége a pernek, és lesz egy ítélet, és pont? Én nem tudom így megfogalmazni, hogy egyáltalán ők is megfogalmazzák ezt, hogy ezt önmagukba. Azt gondolom, hogy egy nagyon békességes hangulata volt a mai napnak, amit én tapasztaltam részben a várost járva, de e témában járva a várost. A mosonmagyaróváriak a gyásznapon is békességesek voltak 10 éven keresztül. Ha volt ennek felhangja, az mindig kívülről jött bele. Én úgy érzem, hogy talán nem is volt ma felhang, tehát nem vettem észre, méltóság teljes volt az egész nap, annak minden mozzanata, amelyikben én legalábbis részt vettem, és estére ez a koronát rá is tette a napra. Én azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy gondolják-e, hogy na majd mikor jön el ennek a vége, hanem mintha úgy érezném, hogy már itt a vége. Tehát ők maguk úgy érzik, hogy talán a lelkekben most már béke van. A filmek alatt Deák Jánossal beszélgettünk. Biztos nem mindenkinek. És én mondtam, hogy szimbolikus jelentőségűnek érzem, hogy újból itt van a köztársasági elnök. Majdnem 10 év után. Tehát ennek valami jelentése van, ez valahogyan többet jelent. Azt is mondtam, te nem tudhatod, mi történt itt a stúdióban közben, hogy a szózat éneklések közben lőtek 1950. október 26-án. Ennek is rendkívül szimbolikus jelentése lesz az időben. És most, hogy itt van a köztársasági elnök, a legfőbb közjogi méltóság. Itt érkezik meg, és én is most nézek ide, most nézek a monitorra, hogy most van a fogadása. Kommentált kérlek, és mi tudunk kommentálom, beszélgetni utána, és hogy... itt volt félelmem, mert itt még nem voltak sokan emberek. Lassan gyülekeztek az emberek. Azt hittem, féltem, hogy az 56-os ünnepség itt volt sokat tűnik, de összességében több volt elvárható. Viszont rendkívül szeretettel fogadták a köztársasági elnököt. Azt gondoltam, hogy fogjuk mi még őt úgy szeretni, mint sokan a Göncz Árpád urat szerették. Nagyon meleg szívvel fogadta mindenki, és ő is nagyon meleg mi szívvel köszöntött. Mi tudjuk, hogy tegnap 2-ig még reménykedtünk délután, igen, hogy őt igen. Most itt üdvözölhetjük. Nagy gondot fordított ránk a köztársasági elnöki hivatal, igen, és a mai nap mondták le véglegesen a reggeli órákban, igen, hogy a nem. Is egy kérdést feltehetünk. Igen, neki. Nem annak lett volna akadálya, hogy idejön közénk, hanem azok a biztonsági igen, hát ezt, intézkedések, amit ilyenkor el kell végezni. Ezt, tehát ezt itt mi vagyunk egy tízemeletes, látók nem ismeri. Tízemeletes épületben, itt annyi mindent kellett volna tenni, hogy ezt már nem ezt tudták semmiképpen vállalni. Ezt a kulturális központot is átvizsgálták ma, tegnap, múlt héten természetesen. Nem tudja a közönség, Göncz Árpád felvidéken járva panaszkodott ismerőseimnek, hogy még enni sem tud. Mert mire a szendvicset megkóstolják, mire a biztonság, és szóval egy ilyen hivatás.
rendkívül. Gyakorlatilag eszköz kiszolgáltatottja a körülményeknek, igen. És ő nem válogatatja meg a biztonsági előírásokat, ő vele betartatják. Ugye? Igen, nagyon, nagyon komolyan betartatják. Voltak, akikhez ő is lépett oda, és kezet fogott, és nagy, nagy szeretettel fogadta, mondom, kölcsönösen mindenki. Azt is elmondom, hogy interjút egyedül nekünk adott a köztársasági elnök, ezt ez már úgy volt. Ez köszönheti, ez a megtiszteltetés, mert ez az. Ez az több televízió és kamera volt egyébként. Itt ugye külön jöttek el, hát kollégáink a regionálisban együtt dolgozunk a győriekkel, de ők azért, hogy ők azonnal tudják a ma esti híradóba, tehát mi azt, ma, azt azért nem tudtuk volna megcsinálni, ezért ők jöttek, de a magának a regionálisnak természetesen már mi csináltuk. Akartam is kérdezni, de csak nekünk, tehát nekik sem adta. Megye valami a központi igen, hogy ne holnap. Itt is a gyásztér látjuk gyertyával a kezébe, ott látom Papp János Örött, az országgyűlés. Igen, nagyon sokan voltak, itt már nagyon sokan voltak már, még nem érkezett meg a menet, már akkor rengetegen voltak valóban a gyásztéren, és csöndben, és olyan, még egyszer csak azt tudom mondani, egy rendkívül méltóság teljes volt a mai ünnep, de ha visszagondolok, végül is nem mindegyik, ünnep, de most, vagy emlékezés. Igen, megemlékezés, így van, de nagyon sokan voltak, és hát szomorú, hogy sokan vagyunk egy 56-os megemlékezésen, mert hát ott kell lenni, de az, hogy a szívük mélyén az emberek nem szabadna csinálni, készíteni. Ezt érzik, hogy legyenek jelen. Mert nem szabadott volna, hogy megtörténjen, ami így van, megtörtént. Erre mondom, hogy ezért sajnos, hogy végül is ott kell lenni. Na még ezt előbb befejezve, hogy ugye egyedül nekünk adott interjút, ezt is viszonylag már rövidet. Fázott is már, és hát mindenképpen úgy kérte, hogy már rövidet, és ez a lehetőség nekünk adatot meg, rendkívül kellemesen fogadott bennünket, és azzal is fejezte be már aztán számunkra, hogy, és mondtam is, hogy az élőadásban jövök, hogy még egyszer így is egy a városlakókat köszönti. Közben kisugtam, hogy mikor jön az interjú, ugyanis ezek valóban nyersanyagok szinte. Teljesen nyersanyagok. A sajtósa kérte nagyon, ugye, hogy egy kérdés és egy válasz. Nekünk az elegendő. És volt, úgy mondtam én magam, és aztán mégiscsak elég hosszan válaszolt, és elég sok minden benne volt. Na most továbbra is mondani, tanástalan vagyok. Szerintem a nézem közben elnök most éppen a kulturális központ felé tart, ahol igen. Én is szeretnék ott lenni, de igen, most ott van, fogadás. És ott az 56-os Egyesület fogadást ad. Igen. Fogadást beszélgetnek egymással. Igen. Minden évben ez történik, és örülök, hogy helyszíniként tudom biztosítani. És bizonyíthatom a biztonsági embereinek probléma egy ilyen ház, igen. Még egy ilyen ház is, mint a miénk. Tehát nagyon kedvesen, önmaga jött volna, de a lehetőség ilyen formán valami bejátszás. Nézzük meg az interjút, igen. Nekem mint tettek, és az azt jelenti, igen. Hogy most. BKV formálódni, azt kérdezte? Az emlékezet BKV. Hát ez biztosan még azért egy hosszabb folyamat. Egyrészt meg kell, hogy kapják az 56 áldozata, illetve hozzátartozóik azt a megbecsülést, erkölcsi és hát részben arra szükséges anyagi megbecsülést, amelyet eddig csak részben kaptak meg. Akkor fognak könnyebben megbocsátani ők, ha ez az erkölcsi, emberi megbecsülés, elismerés nagyobb lesz. Teljes sose lehet természetesen. Megholtakat nem lehet feltámasztani. Ennek idő kell. De arra is szükség van, hogy azok, akik ezekben az eseményekben a vétkeknek a elkövetői voltak, személyükben, vagy azok az intézmények, amelyeket képviseltek, hát tényleg kifejezésre jutassák többször, és ismételten, hogy
súlyos volt az a tett, amit az emberek ellen, nemzet ellen elkövettek, az ország ellen elkövettek. Szóval ez egy kölcsönös összeérési folyamat kell, hogy legyen. Egyrészt nagyobb megbecsülés a társadalom részéről, mindegyünk részéről, az egyes intézmények részéről, az egész közösség részéről, azokkal szembe, azok emlékével szembe, akik hősök voltak, meghaltak és mártirek voltak, és az itt maradatokkal szembe. Másrészt tudomásról kell venni azoknak sokkal gyakrabban és őszintébben, akik valahogy részesei voltak annak, hogy a barikádnak azon az oldalán álltak, amely a nemzet ellen emelt fegyvert, és az emberek ellen, hogy ezt próbálják jóvá tenni, sokféle módon. Eszembe ez a kettő egy együtt lassan érlelődik ennek a békésnek, kibékülésnek ezek a jelei, feltételei. De azt nem lehet mondani, hogy ez megtörtént volna, és teljes lenne. Minden esetre ez a mai ünnepség itt, ez a gyász ünnepély, ez a megemlékezés, ahol annyi szervezet, annyi politikai, társadalmi, civil szerveződés együtt tudott emlékezni erre a szomorú napra. Együtt hozta ide az emlékezés virágait, és együtt énekelte azokat a gyászos éneket, amelyekkel megemlékezett a mártírokról. Ez azt 10-20-30 ilyen szervezet is koszorozott itt. És láthatóan a béke vágya, a bánat és a megbékélés vágya. De az az elvárás is az arcokon ült, hogy még többet kell tenni azok javára, akik a nagy szenvedést végélték. Nagyon szépen köszönjük. Szépen visszatlátás. Béke vágy, megbékélés, idő kell, mondta neked fél órával ezelőtt az elnök úr. Igen, ő maga is azt mondja, már ugye előzőleg is azért egy pár pillanat volt, még beszéltünk, hogy a 4 évvel ezelőtt volt itt még akkor nem köztársasági elnökként. És a Batthyány Akadémián. És a Batthyány Akadémián. Megkérdeztem volna ezt tőle. El is mondta a bevezetőjében azt is, hogy járt már magánpolgárként, így mondta, és ilyen formában kérdeztem én is rá. Idéznék is, mert még meg is kaptam a beszédét a sajtó. Mert olyan gyűlött anyagot tartogatsz, ez erre is csak nem az elnök úr veszélye. Gondja volt, igen, de a személy sajtósának, hogy ezt megkaptam tőle, és pontosan azt tudom, hogy hiányért, mert annyi 10 év pergett már le, de az áldozatokat vállalok sora sok tekintetben még nem kapta meg magát az 56 örökösének valló utókortól elvárható jogi és erkölcsi elégtételt. Mit értetett ő erkölcsi elégtétel? A jogit azt jól elmondtak itt a tévében, erkölcsi elégtétel. Tehát ebből a szempontból a társadalom még mindig ketté választódott. Én olvastam már fel néhány dolgot, amit te nem tudsz, hogy vannak tényleg olyanok, és jönnek ilyen levelek is, hogy öreg, idős, sok időt telt el, mit akarunk mi itt Moson-Magyar. Amikor mondjuk, hogy vártunk, mit akarunk, bocsánatkérést akar. Igen, vártunk az interjúra, oda ment egy idős bácsi még, és vele kezet fogott az elnök úr. Akkor ő is azt mondta, hogy segítse azt, hogy az erkölcsi elégtételt megkapja a város. Tehát talán azt a hiányét, hogy a nemzet és a polgártársaik ellen vétkezők sora kerülte el a megítélő igazságszolgáltatást, vagy tagadta meg a feláldozásukat és megengedő bocsánatkérést. De itt most látjuk is közben az elnök urat, itt a koszorúzás folyik. Nagyon sok, én nem is tudom, talán 25-30 egyesület, párt volt, akik koszorúztak a városban.
Ágám, igen. Egy pillanatra hogy ne jöjjtét kívánok, ha valaki itt van. Technikailag, úgy félreteszem a telefon, így van. Egy úr van a vonalban, én őt ismerem, illetve tudom a nevét. Jó estét kívánok, szeretne reagálni. Jó estét kívánok. Hát, hogy igazolni tudjam a riporternőt, ugye a Dörrödi úr. Bocsánat, egy pillanatra még egyszer kérném, mert kis technikai zavar támadt. Halló. Halló, itt most vagyunk. Halljuk, köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Dörrödi úr kételkedett, hogy talán nem voltunk elég sokan, vagy annyi, mint az elmúlt években. Én azt mondtam, hogy való, hogy korábban nagyon kevesen voltak a gyásztéren, és reménykedtem, hogy az idén sokan volt. De hogy a riportőrnőt igazoljam, szinte egyszerre érkeztünk haza. Hát mondhatom, hogy az utóbbi évek viszonylatában legtöbben voltunk. Igen. Na most ez lehet, hogy az szép időjárás, mert nem mindegy, hogy egy mínusz 20-os esős idő van, de állíthatom, én 10 éve járok, az utóbbi években a legtöbben volt. Na most ön valóban gondolja, hogy a szép időjárás, én nem hiszem. Hát nézze, furcsa, de hát egy idős embernek tudja, aki reumás esetleg azt mondja, hogy hát az óg az esőnek. Ja, igen, értem. De így is szép. Most... Na visszatérve, amit múlt héten a Dörrödi úr biztatott, hogy menjünk az ünnepségre, tetszik emlékezni? Én meg vagyok hatodva, hogy ön emlékezik erre. Ez kezdődött azzal, hogy vasárnap lesz a keresztem. És ott volt ön is? Ott voltam, én is ott voltam. Volt, igazolhatom. Igen. De ahhoz képest, hogy egy 30 ezeres város vagyunk, tessék elvinni, voltam egy kis faluba is, többen voltak. Ennyi erről. Akkor menjünk tovább. 200-an voltak a keresztállításon, én olyan gané vagyok, én megszámoltam. Na, hát jó, hát elég rizsá voltunk. Igen. Akkor ugye hétfőn tetszett ígérni, hogy jön a vérelés kötéllel. Hát akárhányszor most már visszanézem, mindig van olyan momentum az ember, amit hát 4-5 felkiáltójára tetszik emlékezni, mikor a géppuskás azt mondta, azt a parancsot kaptuk. Igen. Nem igaz, hogy nem lehetne elkapni. Hát ki adta a parancsot? Igen. Ugye? Mert itt a filmben is, hogy csak az ember már párja látta, most megint felsejlett, hogy azt a parancsot kaptuk. Ön haza, most ért haza a gyásztérről? Igen. És bekapcsolt bennünket? Igen. És látta az elnök urat is akkor egy azt pillanatra? Is, na visszatérve, én mindenütt ott voltam, hogy önnek hitelesen tudjak beszámolni. Igen. Délelőtt az egyetemen, igen. Hát tessék elhinni, talán 100-on, ha voltunk. Tudom. Hogy nem voltam ott, de hogy egy tudom. Pár osztályt, vagy mit tudom én, kollégiumot nem lehetett volna, nem azt mondom kiküldeni. De hát egy pár idős civil volt, nagyon hézagosan. És az egyetemisták, akikről igen, a külügyminiszter igen. Ugye olyan szépen, nem húzom az időt, mert visszahívtuk önt, és ez egy de úgy, hogy tisztességes dolog. Amire a külügyminiszter olyan szépen beszélt, ezek hiányoztak? Hát nem hiányzott, csak az, hogy csak kevesen voltak. És délután a temetői koszorúzásnál, ottan pedig csak szorosan a elhunytak hozzátartozói, itt volt Györgő, ugye a Szigeti Attila. Attila, igen. Vagy nem Szigeti, hanem a Tihanyi Árpádnak Tihanyi. A fia. Tihanyi Árpád, így van, elnézést. De ott is nagyon csak a legszív, még az ember azt el tudja képzelni, hogy a temetőben csak a legszükebben. De ismétlem, hogy most a gyásztéren az utóbbi éveknek a legnagyobb. Hát szerintem egy 400-an. Egy kérdést feltehetek önnek igen. A beszélgetésünk végén. Igen. Ön gondolja, hogy hamarosan ítélet születik ebben a perben, és Dudást elítélik? Én az írásba adom, nem fogják elítélni. Ha el is ítélik, lásd az utóbbi, előbbi dolgokat, amik már megszülettek. Ugye 80 éves lövöldözőket 2 év felfüggesztett. Ezt kérem, nem elítélés. A Simon Wiesenthal, a bolíviai őserdőbű előkotorja a náci bűnösöket. Mi 200 kilométerű egy tudást nem tudunk elítélni. És tessék így elhinni, ahogy haladunk az időbe, itt nem lesz bocsánatkérés, mert az eltársoknak a bocsánat ez a szó hiányzik. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy hívott. Nincs egyedül. Köszönjük többen szépen. Gondoljuk ugyanezt. Jó éjszakát kívánok. Köszönöm szépen. És igazán örülök. Ági, te nem tudod, hogy az elején mondtam, hogy ma csak visszahívásos kevesen. Telefon van. Az úr nekem bemondta a nevét. Én meg felismertem. Te felismerted, én igen. Nem. És én örülök, hogy ott volt a gyásztéren, és elmondta nekünk, megosztotta velünk az emlékeit, élményét igen. És véleményét. Köszönjük szépen, még egyszer köszönöm. Ági,
idéztél az elnök úr idézni. Még egyet szeretnék idézni. Azt mondja, hogy Mosonmagyaróvár persze abban a tekintetben, a lelkiismeret tekintetében, itt visszautalt az előbbre, tehát azért nem olvastam pontosan úgy, tiszta lelkiismerettel nézhet szembe múltjával, hiszen nem csupán a polgári közadakozásból állított emlékművet az egykori tömegmészárlás áldozatainak, de immár 10 esztendeje a város gyásznapjaként tiszteli október 26-án. Nem múló elszántsággal követel jogi és erkölcsi elégtételt az elszenvedett sérelmekért. Tehát itt többször hozza elő az erkölcsit, mint ahogy hagytuk abba akkor, amikor a telefon megszólalt, Lajos. Tehát igen, ezt boncolgattuk, igen. Az erkölcsi. Mit várhatnak, és mit értenek ez alatt az emberek. Benne még mindig az úrnak a gondolata. Ugyanezt gondolom. El kell mondanom. Nem szabadna... De miért olyan nehéz ezt nem szabadna egy vajon? Tévé dolgozójának, riporterének, szerkesztőjének azt mondani, hogy ő mit gondol. Igen. A rádió csak eszköz, azt nem törhetjük össze, már rossz híreket mond. De ugyanezt mondta nekem a Pista is. Takács Pista is. Jön egy autó, elgázolja Dudást. Dudás azt mondja, ő nem bűnös. Szóval azt mondják, hogy olyan öreg. Október 6-án azt mondtuk itt Ferenc Józsefre, hogy taknyos gyilkos. Így a Vida Pistával. Velem is. Veled is, igen, másra. Most öreggyilkos mondtam. Mi mindenkit képesek vagyunk sajnálni, aki ellenünk elkövetett valamit, és ő nem képes azt mondani, hogy elnézést, ezt az egyetlen egy szót. Plébános úr, a mosoly plébános úr, Bucsi Lajos plébános úr beszélt a megemlékezésen. Ő szintén azt kért több kérést tolmácsolt mindannyiunk nevében, Jóisten felé, és többek között azt is, hogy innét is idézzek, bocsáss meg azoknak, akik szégyellik hitüket, magyarságukat, bocsáss meg azoknak, akik embert öltek, add, hogy mentesek legyünk haragtól, gyűlölettől, gyilkos indulattól, és meg tudjuk bocsátani az 56-os sortűz felelőseinek akkor is, ha közel állunk lett az áldozat. Ági, te képes lenni? Én megmondom őszintén, nem tudom. Nem egészen így. Nem jó, hogy nagyon nehéz a krisztusi alázatot gyakorolni. És mindannyian mások vagyunk. Mindannyian más. Nagyon nehéz megbocsátani. Vérmérséklettel is. Nem biztos, hogy vérmérséklet kér. Roppantul nehéz felülemelkedni ezeken a dolgokon. Én ma azt mondtam, az iskolába tanítok, és ezt a nézők persze már tudják, a gyerekeknek, mert ma erről beszélgettünk magyar órán, tehát elmaradt a magyar óra. De ez magyar óra. Van, akinek 3 évesen ölték meg az édesanyját, és ő reggel dolgozni ment a moténba. És ő neki nem volt 3 éves korától édesanyja. Igen, ezeket... Nagyon felül kell emelkedni, nagyon-nagyon belül kell. Átérezni. Nagyon-nagyon át kell érezni. Én nagyon érzékeny vagyok, én nem tudtam a Paola temetését beszédet mondani, mert azt mondtam Tipkovics úrnak, hogy én sírnék közben. Én nem tudnék ilyen beszédet mondani, mint a plébános úr és az elnök úr, mert rögtön a saját édesanyám jut eszembe. Szóval ez, nem ez az óvár, ez ekkora erkölcsiséget képviselt, vagy... Senki nem mondta, hogy akasszák fel a Dudást. Én nekem senki. Én nagyon sok emberrel készítettem interjút. Még soha nem hallottam. Szlovák lapoknak, bécsi lapnólak, stb. Mindenki azt mondta, kérjenek bocsánatot. Ez olyan méltóság. Azt is mertem mondani, hogy ma a város a nemzeti kegyhely az országban. Mi nem akartunk arad lenni, ugye? Én azt gondolom, hogy azzal, mert ez egy történelmi kategória, történelmi lépték is, hogy azzal, hogy egy másik évszázadba helyeződik, egy másik kvázi évezredbe helyeződik ez a történés, most 2000-be, 2001-be, nem gondolod, hogy ez önmagában is hoz valamit, vagy hordoz valamit? Nem. Nem? Nem. Én nem gondolom.
Nem. Én várom a végét. Itt tisztességes végnek kell lenni. Mindenki. Évszázadoktól igazából mindenki. És nem elégtétel, ha meghalnak a hozzátartozók. Túlélői, gyerekei, elfelejtődik, rárakódik, átírja a víz, a homok, a történelmi múlt, és akkor egy ilyen kötelező penzum lesz, lejárható penzum. Ági, mi is ott lehettünk volna, és hidd el, 56. október 26-án reggel, abban a lázba te is ott oda ment volna, és rólam, véletlen, tudja, hogy hova kerültél, volna. Melyik sorba. Igen. Igen. És itt olyan túlélők voltak, akik a saját testvérüket tartották a kezükbe. Ági azt mondta nekem, és ezt sose fogom elfelejteni. Láttam a testvérem szétnyíló koponyáját. Pandurági. Pandurágiról van szó, bocsánat. Én azt hiszem, hogy mindenki tudja, miről beszélek. Igen. Szóval ez olyan borzalmas, és a saját testvérem jut eszembe. Érted? Hát mindnyájan túlélői vagyunk a dolgoknak, és tudod, mi az érdekes nekem, ebből 48-49 jut, mindig 48 jut eszembe 56-ról, nem tudom miért. Talán az elhallgatottság miatt, talán amiatt, hogy mikor meghallom én a Nagy Imre nevét, én ezt sem nagyon mondtam el senkinek, nekem mindig az jut eszembe, hogy a feleségem rokonainál laktam Pesten, akinek keresztapja volt Nagy Imre, az egyik unoka testvérének. Igen. Tehát mondhatnám is, hogy rokon. És amikor azt mondta a nénje, az alföldi rokon, hogy hát tudod, Imre bácsi, akkor nem tudtam, hogy a bátya miért mondja, hogy erről nem beszélünk. Ez 80-as évek közepén volt. És akkor később, de kezdett el úgy kérdezősködni az ember, és akkor mondták, hogy hát igen, mert annak az ágnak a Nagy Imre valahogy rokona, és ő volt a keresztelő, de erről nem beszélünk. És óvár is ugyanez, erről nem beszélünk, és 40 évig. Mert mindenki megtanulta, hogy nem, hát mennyi mindenről nem volt szabad beszélni. Én a halált is, és én még kicsit emlékszem, azért 56-ra vannak emlékképeim erről az időszakról, hát konkrétan akkor... erről az időszakról, de mégis én mindenek fölött, ami nekem a legborzasztóbb ebben, a legborzasztóbb, még a halálnál is, sajnos nekem, mondjuk, és akkor most itt már egy ideje arról is beszélünk nyugodtan, és azért közben ezt is lehet, hogy a saját magunk érzései is benne vannak az adásban. Hát, hogy mi is emberek az, hogy valahol. Azokat a gyerekeket, és nem csak nem óvári, hanem országos esemény, hogy gyerekeket, akik nem volt még 18 éves, és bevitték, kínozták, nem kínozták, kit, hogyan, de 18 évesen kivégezték. Tehát ehhez kellett a sortűznél is borzasztóbb dolognak tartom. Még annál is én magam szörnyűbb dolognak tartom azt, hogy kivárni egy gyerek, hát milyen gyerekek, akik kimentek, azt sem tudták igazán, hogy miért, de a vérükbe, de a génjeikbe, mindenben benne van az, hogy most ez egy nagy dolog, és történelem részesei. Egy gyereknek ez egy játék is bizonyos. És kivárni azt, hogy 18 éves legyen, és akkor megölhessük. Én nem kivégzésnek nevezem az ilyesmit. Ez, hogy hát megölhessük. Rettenetes dolgok. És ehhez képest hol van az, hogy nem bírják kimondani, és valahol kicsit sajnál, én is nagyon megbocsátó vagyok, azt gondolom, mindenben az élet, apró területein is nagyon megbocsátó és elfogadó vagyok, de ebben nem bírom megérteni, hogy ezt a szót legalább miért nem tudják kimondani. Ezt, hogy bocsánatot kérnének, mert lassan meg már ki fog bocsánatot kérni. Mit tudom én, egyszer csak meghal, Dudás meghalnak. Ez a félelem, hogy senki. És aztán már azt mondom, hogy azoknak kell a felelőssége, akiknek attól várnánk el a bocsánat kérésüket, hogy ez az ügy miért nem fejeződött már be. Ez sokakba felmerült. Már 11 éve volt az úgynevezett rendszerváltás. Ki gondolta volna? Én nem nevezem akkor, hogy 2000-ben még ez a kérdés nincsen. Mert ezek a dolgok Magyarországon szerencsére békésen oldódtak meg. Egyik oldalon szerencsésen. A másik oldalon szerencsétlenül, mert rettenetesen nehéz volt. Tulajdonképpen a reformkort éljük.
Csak a reformkor megbukott 48-ba és forradalomba torkolt. Szerencsére ez nem. És a reformok borzasztóan kinkeservesek, és rengetegen belehalnak. Titokba. Forradalomba könnyebb élőbe, filmvásznokon. Igen. Ma ugyanis a forradalmak is ilyen médiális forradalmak, televíziók. Látszik rajtam, hogy ezt hogy mondom, mennyire nem szeretem a televíziókat. Televíziók előtt zajlanak. Ági, nézzünk meg egy olyan riportot, amit te se láttál. Végig még én se, amit tegnap Deák Jani kollégánk 10 perc kinkeserves keresés után összekotolta az archívum mélyén. Ő készítette, úgy tudom, 1994-ben Luttenberger Lászlóval, az egyik túlélővel. Volt szerencsém délelőtt még készítette a Jani belenézni, úgyhogy az egészet viszont kíváncsian várom én magam is. Hát akkor ajánlom önöknek ezt az emlékezést. A Győrbe jártam iskolába, élelmiszerfelelő tanuló lettem volna, fűszeres eladó. És reggel megtudtam, hogy nem mennek már Győrbe vonatok, sztrájk volt. Bementem a városba, az Aranyakör vendéglőbe. Kurcsis Zoltán haverom volt, szakács tanuló. Ennek akartam szólni, hogy ne menjen ki a vasútra potyára, mert már sztrájk van és nem mennek a vonatok. Most ott tudtam meg, hogy az egyes iskola, ahol egy hónap előtt egyes iskolában jártam én is, egyes iskola kivonult, széttépték az orosz könyveket, nyakkendők, úttörő nyakkendőket fújt a szél, hogy tüntetés van a tanácsháza előtt. Az Aranyökör vendéglőbe a szakács néni mondta, tehát el a Kurcsis Zoli barátom dolgozott, hogy tüntetés van a tanácsháza előtt. Hát nekem mi sem kellett, 14-15 éves gyerek voltam, futottam oda. Hát hatalmas tömeg volt, tudni kell, hogy a tanácsháza, a jelenlegi tanácsházan és a két oldalán, a második emeleti részen két hatalmas fém vörös csillag volt. Amikor én odaértem, az egyiket éppen csákiázták, csákiával húzogatták, szedték le. A második emeleti ablakból egy deszkát raktak ki, és egy ember, mivel eltörött a csákja nyele, azon a deszkán odament, egy ilyen 15-20 centis perem volt, amin úgy féloldalt odament, és kézzel rángatta le, tehát ez egy akkora élmény volt, hogy izgalom is volt, hogy nehogy leessen. Meg hát az a gyűlölet megvolt az emberek vagy a vörös csillag ellen, mert végül is azért ment egész dolog, Mosonmagyarován szedjék le a vörös csillagot. Akkor leesett a vörös csillag, hát ráadta 220 voltos vezetékre egy hatalmas szikoreső, széjjel rebbent a tömeg, és elkezdték taposni a csillagot, ahogy leesett azt a fémcsillagot. Tehát szép jelképet, idézőjelben mondta, szép jelképet. Utána a balkon alatt egy kis katona állt, csorkatona, ez a hagyományos régi orosz mintai sapka, hogy így mondjam, a szőrme sapka, és itt az a nagy vörös csillag fölül, és akkor ott a tömeg követelte, vagy mondták neki, hogy vegye le vörös csillagot a sapkájáról, és a egyik levette, azt megéjjelezték, megtapsolták, a másik meg hát géppisztoly volt a vállán átvetve, és az belépett a ajtó, meg a morcképpel. Hát, ha ő elveszti a fejt, ott is lett volna valószínűleg nagy tragédia. Hála Isten nem vesztett el a lélek jelenlétét, és inkább bevonult, visszavonult az ajtó mögé. És utána elindult a tömeg a járásbíróság felé a főúton. Annak idején nagy híre volt annak, hogy egy mofém rendész vezető volt benn, ugye köztudott volt akkor, hogy a iparőrség létezett, és az a iparőr főnök vagy rendész főnök szolgálati fegyverével egy családi házba betört, és a bíróságon volt letartóztatva, vagy előzetes letartóztatásban. És akkor ugye a fölháborodott tömeg, hogy hozzák ki, meg ilyen piszkos, meg olyan piszkos, hogy a szegény ember ezt tört be,
a fegyverével, mint úgyis jól keresett. Oda mentek, kihozták, hát mint a féle kíváncsi gyerek ott is előre furakodtam a tömeg között, és láttam kellett azt, hogy hát agybafőbe verték. Még végül is kifutott a bíróságról, ez itt a Honvéd utcai bejárat, oldalsó bejáratnál volt, kifutott egy bírósági alkalmazott, hogy emberek, hagyják békén, ezt nem szabad csinálni, majd a bíróság elintézi az ő sorsát, ilyen nincs, önbíráskodás nincs, és akkor ő fölemelte, és akkor visszakísérte a bírósági épületébe. Most ennek olyan utózgései voltak, hogy a tömeg, hát ezt azok mondták, akinek úgy passzolt, hogy a tömeg ott szerzett egy pisztolyt valaki a tömegből, hogy elvette az, ettől a, aki a bíróságra hírt, egy fegyveres illető volt, de nem volt fegyveres, biztos állítom 100%. Hát ez már akkor kezdett így kialakulni, hogy olyan szöveget mondtak utána, hogy ami jobban tetszett annak a rendszernek. Most ott egy teherautó tetejéről egy ilyen esőköpenyes férfi elszavalta a nemzeti dalt, és akkor ott kijelentette, hogy menjünk a laktanya elé leszedni a vörös csillagot. Hát a ipartelepi Ávas laktanyához leszedni a vörös csillagot a laktanya tetejéről. És akkor a Sallai Imre utca volt a DISZ székház, dolgozó ifjúsági szövetség, KISZ-nek a elődje volt. Ott volt ilyen porcelán tábla, annak idején az volt ilyen ovális alakú porcelán tábla. Hát természetes rajta a uralkodó jelvénnyel, a régi magyar címmel, hatalmas vörös csillaggal. És akkor ott is beugrottak a tömegből két-három ember, és egy tégladarabba bezúzták ezt a vörös csillagot, amin volt ez a DISZ jelkép. Akkor a Gyári úti, most is Gyári út, már akkor Belejönni út volt, rendőrőrsnél is lelassított a tömeg, és bekiabáltak, hogy na most gyertek ki, nagy szájak, senki nem jött ki, le voltak húzva a rolók, semmi incidens nem volt. Élekelt a tömeg, Kossuth Lajos azt üzente, meg jelszavakat kiabáltak, talpra magyar, híja haza, minden ruszki menjen haza, Marseille ezt a francia himnuszt énekelték magyarul. És akkor így értünk el a kötöttárugyárhoz. A kötöttárugyárnál zászlókat kaptunk. Hát a kötöttárugyár az adottságaiból fogva biztos, hogy sok zászlójuk volt, gondolom, ők maguk is gyárthatnák, mert rengeteg zászló került elő. Hát ott szintén megint elszavalta valaki a nemzeti dalt, és akkor a kötöttárugyártól itt a Szántóföldön köröztül, annak idején még azok voltak ott, földút. Jöttünk ide a laktanyához, és itt a ülök szemben az úgynevezett kaszárnya épület. Ezt így két oldalról, mert itt már lassult a tömeg, ugye, mert ide értünk a laktanyához, aztán így két oldalról megkerülték ezt az épületet. Jöttünk ide erre a térre. Na most, innen nálam is volt egy zászló. Előre futakodtam, mivel mondom, kisnövésű voltam, aztán nem láttam előttem álló felnőttektől, és kifutottam ide a rétre. Itt a emlékműtől egy kicsit balra, és pontosan a géppuska fészek elé, amit hát én nem láttam, hogy azzal, mert láttam, akkor nyilván hát nem is gondoltunk ilyenre, tehát nem is figyeltem, hogy mi van, hanem csak az, hogy elől mi van. Mi történik elől, a sorok elején, és akkor láttam, hogy egy egyenruhás, a Dunás százados, a laktanya parancsnok beszél ott az első sorban az emberekkel, első sorokban, és így magyarázott, integetett, és akkor tömeg ugye megállt az eleje, de hátul mindenki kíváncsiak, mindig egy-egy lépést mentek előre a sorok. És akkor Dudás elkezdett hátrafel lépni, aztán egy ilyen 10-8-10 lépést ment hátra, és akkor felemelte valamelyik kezét, és abban a pillanatban borzalmas hangzavar, sortűz elindult, robbanások hallatszottak, jajgatások. Hát eldobtam én is a zászlót, és ahogy elfordultam, hátat fordítva, onnan jött a
ez a hangzavar, golyószórónak a hangja. Akkor láttam, hogy itt a tömeg, a felnőttek hasalnak le. Hát én is elfeküdtem, eldobtam az ászat, és elkezdtem mászni. És egy pár méter, pár másodperc után éreztem, hogy egy hatalmas ütést a combomon, és akkor úgy fölpördültem, hagyat vagy oldalt, a lábam összeugrott, és láttam, hogy hatalmas, ekkora nyílt seb van a combomon. Hát azt hittem, álmodom. Belenyúltam, éres. Hát rájöttem, hogy nem álom, hanem sajnos valóság. És ahogy vérveszteség miatt a hallásom kezdett elmenni, a messzrű hangokat hallottam, hogy hát az a visítás, ami volt, az borzasztó. Jajgatásokat. Egyszer csak hallottam, hogy na, ezt vigyük. Akkor fölemeltek. Hát jobb lábamat leamputálták, és akkor műszerész szakmát kellett választanom. Hát Tímföldjárba kerültem műszerész tanulónak. Rendesek voltak, mert Győrbe ez a osztályfőnököm azt mondta, hogy elintéz, egy évet vesztettem, mire műlábat tudtam viselni, meg meggyógyult a seb, hogy ő majd ide szól nekünk Óvára, ipartanai iskolába, hogy nekem egy helyet biztosítsanak műszerész szakmába. Hát most valahogy vagy elfelejtette, vagy pedig itt felejtették el, de lényeg az, hogy szeptemberben én nem kaptam semmi értesítést, és már elkezdett az őszi, ugye, új tanév. Akkor bementem MTH-ba, és akkor a Pap Zoltán tanár úr volt a igazgató helyettes, és hát le a kalappal a Pap Zoltán előtt. Mondtam neki, hogy hogy jártam, most már ki vagyok futva, még egy évet nem akarok veszíteni. Hát körbe telefonálta a üzemeket, hogy műszerésznek hol vennének föl valakit, mindenhol mondták, hogy már nem, teli a létszám. Akkor fölhívta a Tímföldnyárat, hát ott dolgozott apám, a bátyám is, és akkor kihangsúlyozottan mondta a pap tanár úr, hogy a kis Luttenberger az ellenforradalmat elveszítette a lábát, kéje neki egy műszerész tanulónak egy hely. És a Kelemen Lajos bácsi volt akkor a Tímföldben pártitkár, azt mondta, hogy azonnal jöjjön, fölvesszük. Le a kalappal két ember előtt. Elértem a sorkatonai 20 évemet, a sorkatonai szolgálat kötelességet. Hát elkezdték vonni honvédelmi hozzájárulás. Hát ez nekem annyira tördöfés volt. Nem emlékszem pontosan, hogy hány százalékot vontak le füzetésemből. 3 évig mondták volna. Másfél évig bírtam, és akkor mondom, akár mi lesz. Írtam egy kérvényt a forradalmi munkásparaszt kormány elnökének, Kádár elvtársnak, hogy így jártam 14 éves koromban, előtték a lábamat, és hogy még én fizessek honvédelmi hozzájárulást. Hát hosszas húzavona után küldték a honvédelmi minisztérium panaszosztályához. Akkor kijöttek megnézni a lakásunkat, hogy nincs-e valamilyen, mit tudom én, szőnyeket megzegették. Hát a anyámnak a kézi munkái voltak, meg ilyenek a fali szőnyeg, amit anyám bögdösött ki. Hát persze a szőnyeget nem találtak, az biztos. Aztán másfél év után kaptam egy értesítést, illetve a pénzügyi osztályát a Tímföldjárba, hogy nem vonják már. Na, akkor most mondták nekem, hogy a haverok, hogy hát akkor kérjem vissza másfél évet, mert ha jogtalanul vonták le, akkor vissza kell, hogy kapjam. Nem kértem. Örültem, hogy elengedték. Hogy azt mondták, hogy még találnak valami hibát, aztán még vonják a másfél évet. Hát ez bosszantó volt. Nem? Nagyon lövik az ember, aztán akkor még én fizessek. Én szívesen lettem volna katona. Bárcsak lettem volna. Ági, azt mondtad, mennyi sors. És ezt nem látjuk. Csak úgy, ahogy néztem a felvételt. Mindenki más életet él, és mindenkinek az élete másként változott meg. Laci bácsi honvédelmi hozzájárulásról beszélt, és eszembe jutott, hogy tényleg van ilyen. Vagy volt ilyen.
hogy tényleg mondjuk neki, milyen erő kell ahhoz, milyen belső fantasztikus erő és megbékélés, hogy ő neki elég legyen egy bocsánat. Szóval, ha ő azt mondja, hogy nekem igazából elég egy bocsánat, hát akkor bizony nagyon fel lehet nézni erre az emberre. Mert ez valami elképesztő, hogy fogalmazta meg, hogy a kormánynak ugye írta a levelet. Munkásparaszt. Ja, forradalmi talán az nem illet bele, igen. Hogy ő neki ne kelljen fizetni, mert ő tulajdonképpen lett volna boldogan katona, és hát nyilván hogy ne lett volna boldogan katona, mert akkor ez azt jelentette volna, hogy egy egészséges, felnőtt ember. Melyik, ha ő neki elég. Amiben nem haltunk bele, mennyi lelkisebb maradt. Igen. Ha neki elég, azt gondolom, akkor talán mindenkinek elég. És ha neki elég, akkor minden tisztelet az övé is, és rajta keresztül természetesen mindenkinek, akinek ennyi elég, ez a bocsánatkérés. Én téged kérdezlek, mert ma tudatosan nem hívtunk vendéget. Én azt mondtam, hogy ma azok a vendégek, akik erről beszélni tudnának, azok a gyásztéren vannak. Ma nem mi vagyunk a fontosak, mi csak eszközök vagyunk. De téged kérdezlek meg mégiscsak, mert te adottál itt örömemre végszónak, hogy milyen lelki erő kellett arról, ahhoz, hogy ne beszéljenek róla. Ezen is annyit gondolkodtam, hogy 40 évig úgy szégyelni. Szégyelni azt, amit nem követtem el. Szégyelni, hogy ott voltam, mert bűnnek gondolják mások. Meg mert mindig akad, aki azt mondja, miért ment ki. Igazán természetesen ezt meg tudnánk kérdezni, mert még nagyon sokan vannak olyanok, akik hát ezt az időt átélték, hogy milyen lehetett nem beszélni arról. Igazán talán sok mindent mi is tudhatunk, hogy milyen volt ez, még akkor is, hogyha a családunkban nem volt, hála Isten, ilyen dolog, és nem vettek részt ebben a menetben, és nem lettek sortűz áldozatai, de mégis az egész 40 évünkben benne volt valamiféle hallgatás, állandóan hallgatás. A mi családunkban egyébként, jó, nem beszéltünk róla, mégsem soha az életben nem volt ellenforradalom a forradalom. Hivatalosan biztos, ha feleltünk iskolában, akkor ezt a szót használtunk, de egyébként világosan tudtuk azt mi, hogy nem ellenforradalom volt 56. Tehát valahol azért mégis beszéltek róla az emberek. Vagy konkrétan az én falumban volt olyan, akit megverettek, behoztak, tehát ő részt vett a menetben, és utána bevitték, megverték, sőt, olyan is volt, nem egy, akinek levették a körmeit, és olyan is volt, akinek a gyerekkori osztálytársa volt a verettető és a körmét levetető. Tehát érdekes, mert ennek is meg tudott bocsájtani a falu. Meg tudott ennek az embernek bocsájtani a falu. Ez nagyon érdekes. Nem csinálják szerint én minden pillanatban, hanem él. Megalkuló az ember. Tehát itt is lehetett egyfajta megalkovás. Engem mégis az zavar, amit az elején is mondtam, és még egyszer mondtam, meg még egyszer mondtam, hogy a legnagyobb bajnak azt érzem, a legsúlyosabb hibának azt érzem, hogy nálunk az ünnep és a gyász kicsit összekeveredik. Nem tudunk se ünnepelni, szégyenlősség nélkül, se gyászolni ebben a városban, szégyenlősség nélkül, mert valahogy nem rendeződtek el a dolgok. Itt van a köztársasági elnök ma este Mosonmagyaróvárot, felemelő, felkavaró beszédet mond, neked szép interjút ad, és közben tudjuk, hogy az erkölcsöt nem követte a jog, mert közben nincs ítélet. És lesz-e ítélet? Nem tudom. Engedd, hogy most már itt folytam a szó. Engedd, hogy az általam már idézett interjú végét is idézzem, ami nem vagyunk bosszúállók, ezt talán nem mondtam. Ez Takács István interjúnak a címe. Mi nem vagyunk bosszúállók.
Uramisten, az ember mennyire lenne bosszúálló, és Mosonmagyaróváron mi nem vagyunk bosszúállók. Megkérdeztem tőle, hogy hát, hova tovább húzódik a per, mi lesz a vége. Azt írta, mondta nekem. Előfordulhat az is, hogy az első menetben a bíróság nem ítéli el Dudás, és fellebbezésre számíthatunk, és csak másodfokon szolgáltatnak igazságot. Aztán sokan azt mondják, addig húzzák, halasztják a pert, amíg valami el nem üti Dudás Istvánt, vagy meg nem hal. Az biztos, hogy minél inkább késlekednek az ítélet hirdetéssel, annál inkább vélhető, hogy Dudás István egészségi okokból nem fogja bírni, és valami olyasmi történik, ami örök szégyene lesz a rendszerváltás utáni független magyar bíróságnak. Ezt már nem ismerem kommentálni. Ági, még egyszer megkérdezlek, mielőtt befejezzük ezt a kicsit hosszúra nyújt műsort. Milyen érzés volt más te Mosonmagyaróvárra gyásztéren állni? Én magamnak valahol a szomorúság. A szomorúság, még egyszer azt mondom el, leginkább a fiatalokra nézve volt az erősebb, ahogy jöttek fiatalok és koszorúztak. Többen voltak az idősebbek? Talán többen voltak, de volt, de mondhatom azért, hogy vegyesebb. A fiatalokra nézve, mert óhatatlanul három gyerekem van, három fiam van, és mindig ez a 56-tal kapcsolatban mindig ezt tartottam az egyik legnagyobb gonoszságnak, ezt a fiatalokkal való bánást. Nem is lehet, nem is tudom másképp mondani. Ez miatt úgy szomorú voltam, hogy mit érezhettek akkor. Aztán az idősekre néztem, akik szintén nagyon sokan voltak ott, akik olyan méltóság teljesen viselkedtek. Olyan szép volt ez a mai ünnep. Valóban biztos hozzájárult ahhoz, hogy szép idő is volt. Sokan voltak, szép műsor volt, már szép program volt. Ismét ünnepet mondtál, megint és ünnepet a köztársasági elnök is ünnepet keresi mondott, a szót, kereste a szót, igen, keresi gyászt. A szót. Nem csak, hogy keresi, borzalmas a gyász is. Gyász is ünnep. Valahol mégis mert talán a méltóság is adja hozzá, igen, azt, hogy ünnepnek, igen, érzi az ember. Meg azt, hogy gyásznappá nyilvánították ugye a mai napot, és valahogy ezért érzi az ember azt, hogy ünnep van. Az idősek arca, az is nagyon felemelő érzéseket adott, mégiscsak a szomorúság mellett is, hogy ez egyáltalán meg kellett, hogy történjen, itt kellett, hogy, és mennyi sors, mint ahogy előbb is mondtam, hogy itt a bemutatott interjúban is látható, mindegyik sors más volt, mindannyian nyilván másképp is értek meg, de annak mégiscsak örülve, hogy sokan érezték azt, hogy kijöjjenek, hogy a kegyeletüket róják, hogy együtt legyünk, hogy sokan legyünk együtt, úgy, mint akkor valamikor. 56-ban voltak azon a napon, talán mindenkiben a remény, hogy ez egyszer végleg lezárul, de egy békességes hangulat volt, egy nagyon szépséges, nagyon szép este volt. És gyertyák? Gyertyák, természetesen, nagyon sokak kezében volt gyertya, nagyon szép program volt, gyönyörű volt a gimnazisták éneke, énekkara, csodálatos gregorián dalokat adtak elő, a köztársasági elnök úr beszéde, Lajos, a te versed, nagyon szép volt, nagyon szép verset. Én szerettem volna meghallgatni. Nagyon szép vers volt, amit... Ezt is Pista indukálta, ezt el kell mondani, Takács Pista. Igen. Az interjú közben készítettem, hosszú beszélgetés közben ezt a szózat éneklése közben, ugyanis engem hihetetlenül megmozdultatott, hogy a szózatot énekelték közben. Szóval valahol valaki nagyon figyel ránk. Odafett. Biztos. Nem felejtem el plébános urat kiemelni, mindannyian a békét, a békességet remélik és várják, és mi magunk pedig bemutattuk azt gondolom mindannyian,
akik ott voltunk, hogy igen, tudnánk megbékélni, és tudunk is megbékélni, és hát én bízom benne, hogy fogunk is megbékélni teljesen. Remény örök. Az hal meg utoljára. Csonkig égnek a gyertyák, itt a stúdióban is. Én megköszönöm, hogy velünk voltak. Október, ezt mondtam, többször mondtam ebben a hónapban. Csupa vér és csupa gyász és csupa öröm, ügy együtt. Megszületett a borzalmas ünnep. Moson-Magyaróvár nemzeti kegyhelyé fog válni. Ez a Golgota, amit ott megépítettek a laktanyával szemben. Rettenetes, hogy Moson-Magyaróvárt most így emlegetik az országban, ezt kell mondanom. Jobb lett volna, ha ez soha nem történik meg. És azok a sorsuk, azok az életek is szerteágazóan élhették volna a maguk életét. Sajnos nem így történt, nekünk emlékezni kellett. Lassan 2,5 órája vagyunk együtt. Én Ági, köszönöm nektek ezt a gyorsaságot és frissességet. Tudom, hogy ez valahol munka is, tehát természetesen, ha az elnök úr Moson-Magyaróvárra érkezik, ott is kell lenni. De azért meghallgatva a riportot, azok a keresetlen szavak, azok a vágatlan képek még jobbak voltak. Hagyjál végszót, mert tiéd legyen természetesen, hisz te vezetted a műsort. Akkor most a végszót? Nem mondom, nem akarom mondani a végszót. A napokban beszéltünk arról, hogy az október egyben a rózsafüzér hava. Azok, akik gyakorolják a katolikus vallást, akik tehetik, akik még imádkoznak, adjanak el egy rózsafüzért mindannyiunk megbékéléséért, mindannyiunk szeretetbe való együttéléséért, ami azt hiszem mindennél fontosabb. Ha ez megvan, akkor a családokban is béke van, munkahelyeken is, egymás között béke van. Lajos, és most tiéd a végszó. Ági, köszönjünk el együtt. A nézőket egy filmetüddel búcsúztatjuk. Kátai Zoltán énekel, Dinnyi és József versét, szövegét. Ezzel köszönünk önöknek nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, hogy velünk voltak ezen a szomorú estén, ezen a fenséges estén, ezen az ünnepélyes estén, ezen a gyásznapon. Ennek a Moson-Magyaróvári Városi Televízió műsorát látták 2000. október 26-án, 44 évvel a sortűz és megtorlás után. Végséges, nyugodalmas éjszakát. Viszontlátásra. A rácsokon túrin fel kell a nap, apró zajokkal jön a reggel. Ott lépd el most túl falakon, s fényt iszik a szomjas ember. Fényt iszik az, ki fényre szomjas, lelkét csordultig teletölti. Aki éj itallal oltja szomját, tán nem is lehet azt megölni. Mert oly szabad, oly sérthetetlen, mint az égbe surrogó madár. Messze néz, arra nem figyelhet, hogy körül mély tivornya áll. Hogy ízeszekkel, szédülettel hajtják a népet ronda táncba. Víz összezúzzák, ki nem táncol, és belerokkan, aki járja. De fölkél a nap, újra reggel, rácsokat olvaszt ragyogása. A ki, rejtsd el mélyre, egyetlen hóhér meg ne lássa. Hát ne
leszek, ha körülött tépik, akkor se szólj, ha megölnek. Lelked csordultik, telefénnyel s ez elég lesz, túlélni őket. Fényfizik az, ki fényre szomjas, lelkét csordultik, tele töltik. Aki éjitallal oltja szomját, tán nem is lehet azt megölni. Mert oly szabad, oly sérthetetlen, mint az égbe surrogó madár. Messze néz, arra nem figyelhet, hogy körül mély tivornya áll. Hogy ízeszekkel, szédülettel hajtják a népet ronda táncba. Víz összezúzzák, ki nem táncol, és belerokkan, aki járja. De fölkél a nap, újra reggel, rácsokat olvaszt ragyogása. A kín, rejtsd el mélyre, egyetlen hóhér meg ne lássa. Hát ne sziszeg, ha körmöd tépik, akkor se szólj, ha megölnek. Lelked csordultik, tele fénnyel, s ez elég lesz, túlélni őket.